A fesztivál első napján a városba érkezők megismerkedhettek a Hadas városrésszel, az ott található alkotóházakkal, a matyó kultúrával, valamint a népi mesterségekkel. Az estét Matyó Gála zárta a táncpajtában, ahol a mezőkövesdi, a tardi, Szent Istvánni hagyományőrzők, a Matyó Néptánc Együttes, az Eszterlánc Gyermektánc Együttes és a Matyó Ifjúsági Néptánc Együttes mutatkozott be produkcióikkal. A rendezvény másnapján gyermekprogramokkal, ügyességi és játékos vetélkedővel, játékokkal várták a kisebbeket a Hadasban. Emellett a népművészet iránt érdeklődők megtekinthették a Kis Jankóbori országos hímzőpályázat anyagából nyílt kiállítást, valamint számos filmet, videóanyagot is láthattak a táncpajtában, amelyek a szellemi kulturális örökség nemzeti jegyzékén szereplő közösségek tevékenységét mutatták be. Mindemellett a turisták, vendégek betekintést nyerhettek abba, hogy pár évtizeddel ezelőtt hogyan hímeztek, vartak az asszonyok kitanyázva az utcán, a házak előtt. Az estét a Szellemi Kulturális Örökség Gálának keresztelt program zárta, ahol látványos népviseletben színvonalas műsorral léptek színpadra Sárköz, Gyula, Encs, Sátor Aljaújhely néptánc együttesei. A műsort követően pedig hajnalig tartott a táncház. A fesztivál záró napjának legnagyobb attrakciója a felvonulás és a fesztivál gála volt, ahol a magyar fellépők mellett az esemény díszvendége a Kolumbiából, Cali városából érkező tánccsoport gondoskodott a forró hangulatról. A fesztiválról összeállított bővebb anyagunkat jövő héten szerdán, augusztus 14-én Hétről Hétre című magazinunkban tekinthetik meg. A felvonulásról és a vasárnap esti gáláról készült teljes felvételünket két részre bontva augusztus 10-én és 17-én láthatják majd.